Azt is kijelenthetem, hogy állarcot cserél a világgazdasági fórum, és megvan rá az oka, és a céljainak a véghez vitele érdekében cseréli ezt az állarcot. Idén óriási változás, amit nem sokan láttak meg, de amikor elmondom, szerintem logikusnak fogják értelmezni, vagy fogjátok értelmezni, hogy egy, volt egy eredeti bűnbak a világ problémáiért, erről is fogok beszélni, de egy vadonatúj új állítás kezdődött el. Egy nagyon-nagyon fontos rétege a világnak és a társadalomnak még nem is hiszi el, hogy ő a következő bűnbak, és ennek az építését kezdték el nagyon fondorlatosan és hátulról jövően, és ezt szeretném feltárni valamilyen módon. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája. Körülbelül olyan élő időket élünk, mint 1989-90, et megelőző idők. Ott is volt egy 8-10 év, ameddig előkészítették azt az átmenetet, amit az emberek váratlanul ugye éltek meg 89-90-ben, aki viszont benne volt, azt tudta, hogy ennek volt egy hosszas előkészítési ideje. És azóta nem voltak történelmi idők egészen mostanig, de most ismét óriási változások előtt áll a világ, és előfordulhat, hogy lesz döntési lehetőségünk. A családunk és a, 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 a szeretteink érdekében mindenképpen jó képbe kerülnünk. Akkor is, ha most úgy érezzük, hogy nem sokat tehetünk, de legalább értelmezni kell tudnunk, értelmezni kell bírnunk a körülöttünk levő világot, hogy ne is féljünk, tehát a félelem leküzdésének is ez az, az egyik legfontosabb eleme a tudás. Másrésztről, hogy ne higgyünk el mindent, amit nekünk mondanak, hanem legyünk képesek az igazságnak valamilyen kis részeit legalább összesöpörni, ha az egész igazságot már úgysebb fogjuk tudni látni. Tehát ezért foglalkozok ismét látásmódbeli dolgokkal. És azért is, mert most volt a világgazdasági fórum, és korábban foglalkoztam azért a nagy reszettel és azzal a világképpel, amit ránk akarnak erőltetni, ennek minden egyes jelével, majd beszélek konkrétumokról, hogy hol tart ez a dolog ma, hogy konkrétan mi van meg belőle, tehát nem, nem, nem egy ilyen elmélet ez. És a látásmódunkat nagyban befolyásolja az, hogy hogyan tudunk a sorok között olvasni, ha már lezajlott éppen az idei világgazdasági fórum lássuk, hogy mit látok én ebben. És egy kicsit azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert nagyon sok elemzés született, és úgy látom, hogy nagyon sokan egy kicsit ilyen unalmas, majdnem olyan, mint azelőtt, egy picit ilyen optimista hozzáállás véltek felfedezni attól a 2000 pár száz részvevőtől, akik ott voltak, és a világ leges, legmagasabb szintű politikusai és a világ legnagyobb cégeinek a vezérei voltak csak ott meghívásos alapon. Tehát azok, akik befolyással rendelkeznek arra, hogy milyen világ legyen körülöttünk most és tíz év múlva, azt is kijelenthetem, hogy állarcot cserél a világgazdasági fórum, és megvan rá az oka, és a céljainak a véghez vitele érdekében cseréli ezt az állarcot. Idén óriási változás, amit nem sokan láttak meg, de amikor elmondom, szerintem logikusnak fogják értelmezni, vagy fogjátok értelmezni, hogy egy, volt egy eredeti bűnbak a világ problémáiért, erről is fogok beszélni, de egy vadonatúj bűnbak állítás kezdődött el. Egy nagyon-nagyon fontos rétege a világnak és a társadalomnak még nem is hiszi el, hogy ő a következő bűnbak, és ennek az építését kezdték el nagyon fondorlatosan és hátulról jövően, és ezt szeretném feltárni valamilyen módon. Nem tematikus blokkok mentén fogok haladni, mert voltak ott témák is. Az biztos, hogy nagyon fontos, ahogy a maga a szlogenje az volt az egésznek, hogy együttműködés egy in a fragmented world, ami azt jelenti, hogy a, egy töredezett világban. És ezt a töredezettséget járták körbe, és tartották ritka veszélyesnek. Rögtön az elején két ilyen főfő -fő témát azért kiszeretnék emelni, mert ezzel sok-sok videóban foglalkoztam eddig is. Egyértelmű a zöld, a klíma, és a vegetáriánus vegán és húsellenes, és nem tudom, fehérje kérdése, ez, ez ez egy folyamatos gerince volt ennek az egésznek a panelbeszélgetések során is, és maga az alapvetés során is. És persze a Földgolyó megmentése, ami egy fontos dolog, csak hogy hogyan mentjük meg, milyen áron, azt majd ugye kivoljuk tárgyalni, hogy hol tart a Földgolyó megmentésében a mi korlátozásunk. És, tehát ez egy folyamat, ez egy, ez egy, ez egy gerincvonal, és egy másik gerincvonal, rögtön, ugye ez már egy nagyon komoly szakmai része ennek az idei világazdasági fórumnak, hogy több rétegű válságot emleget mindenki. Most kezdjük el ugye felsorolni, hogy igen, mindig felsorolják ők is a migráció. Ez ugye ránk személyesen is egy, egy, egy veszély, az egész élet életvitelünk átalakulására is egy veszély, és komolyan riogatnak azzal, hogy a különféle okokból, Afrikából ide a tartó emberek től féljünk, nagyon fontos a félelemkeltés, tehát a migráció, a klíma, hamarosan elpusztulunk, beszéltem egy másik videómban, hogy a gyerekeink, akikkel nem beszélünk eleget, halván ezeket azt hiszik, hogy tíz év múlva már nem lesz víz, tíz év múlva nem lesz levegő, és ők szörnyű kínhalállal halnak, meg rögveste, ahogy felnőnek. Tehát, hogy értsük meg, hogy mennyire kemény ez. Migráció, klíma, világjárvány, háború, energia, válság, infláció, gazdasági recesszió. Értjük ezt? És nagyon érdekesen az egész fórumon legyűrűztetik ezt a személyes embereknek az életére, és belefoglalják, hogy ez egy megélhetési válság. Az emberek milliárdjai számára ez a sokféle válság, ez egy megélhetési válság. Ami azért érdekes, mert majd a végén elmondom, hogy pontosan ugye, hogy dolgozik ez az egész apparátus, de a lényege az, hogy, hogy, hogy nekünk személyesen kommunikálnak. Úgy csinálnak, mintha egymás között megbeszélnék a világ dolgait, és arról beszélnek, hogy mi a megoldás. Közben egyértelműen látszik, hogy személyesen nekünk kommunikálnak, mégpedig hihetetlen ijesztő dolgokat mondanak úgy, hogy az összes ilyen dolognak a szervezése és a, 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 az ő kezükben van, ők fogják azokat a kormányokat, akik más döntéseket tudtak volna hozni. Például itt Európában, hogy ne legyen olyan energiaválság, hogy ne legyen ilyen infláció, hogy a háború másként alakuljon, de azok a kormányok nem tudnak abból a békjóból kiszabadulni, és ezért kénytelenek öngyilkos politikát folytatni, hogy az egész Európai Uniós gazdaság versenyképtelen helyzetbe kerüljön a magas energiaárak miatt, és ki vannak szolgáltatva a látható módon az Egyesült Államoknak, de láthatatlan módon ennek a brigádnak, és akkor utána azt mondják, hogy Úristen, ezek, ezek maguktól jövő válságok, amik a megélhetésünket személyesen veszélyeztetik. Ez egy ilyen fővonal. Először fordul elő, vagyis eddig nem volt hangsúlyos legalábbis, mi szerint a verseny az nem hatékonyság növelő. Eddig azt állították én közgazdászként, mondom, hogy minden verseny hatékonyság növelő. Tényező a verseny a legeslegfontosabb a piacon és a mindent a piac irányít a láthatatlan kéz, most nem akarok ennek az elméletébe belemenni. Tehát ezdig ezzel etettek bennünket, és, de ezt úgy, hogy a közgazdasági egyetem óta, és azóta is ez a közgazdasági paradigma, amiből nem lehet kilépni, és nem lehet más gondolni, és nincsen más közgazdasági elméletrendszer, holott lennének, csak azt nem oktatják senkinek. És most először azt mondták, hogy szörnyű probléma történt a világban, mert az erő, Diversifikálódott, és több erőpólus kezd kialakulni a világban. Amit persze a populisták, a demokrácia ellenesek, a, a, az inkluzivitás ellenesek, meg a nem tudom, mindenféle nácik ugye okoznak. És ez szörnyű, ugye Klaus Schwab, és itt megint egy picit kitérőt, hogy azért érdemes megnézni ennek az egésznek a bevezetőjét, ugye, mert azt mindenki megnézi. Tehát a legesleg nagyobb hatású dolog az az egésznek a felütése, ahol az alapító meghatározza az egész konferenciának a hangvételét, az alapértékeit, és mindenki onnan indul, arra épül majd rá ez az egész történet, ugye? és nagyon érdekes ezért az ő beszédének az elemzése, meg az utána következő, meg az utána, hogy hogy húzódik ez végig az egész konferencián. Tehát ő azt mondja erre a megnyitó beszédének a második, harmadik percében, hogy messy patchwork of powers. Tehát, hogy egyfajta ilyen, egy ilyen zavaros, koszos, uh, uh, ilyen a patchwork azt értjük, tehát ilyen, ilyen uh, foltokból összerakott erő, erőfoltokból összerakott dologgá vált a világ, ami szörnyű dolog. Tehát ők azt mondja, hogy ez a veszélyesebb dolog, hogy többfajta erő, az erő nem diverzifikálódhat, az erő nem töredezhet szét. Addig volt jó az erő, ameddig a globalizációt egyféleképpen építette, ugye? És most, hogy ők töredezni látják, holott ezt ők töredezik ezt az egészet, vagy tördelik, hogy úgy mondjam. Ugye, megint kitérek, az együttműködésről szóló Davos, ahol meg kellene egyezni dolgokba, ahol, ahol párbeszédet kéne tartani, oda például Oroszországot nem hívják meg, holott ha valakivel párbeszédet kellene folytatni, akkor az Oroszország lenne. De innen látszik ez a kettős dolog, hogy a párbeszéd, oldjuk meg, azért gyűltünk össze, itt vagyunk együtt, oda valakivel azért nem tudnak párbeszédet folytatni, mert nem akarnak vele párbeszédet folytatni. És ki van zárva a párbeszédből zárójel bezárva, de most már az, ha nem egy pólusú ez a történet, ha nem egy színű, és nem olyan, amit ők akarnak, akkor az már egy szörnyű katasztrófa. Tehát az egyik legfontosabb töredezettség, ami, 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 ami van, amitől félni kell, az ez. És ugye fölmerül rögtön a kérdés, hogy vajon, ugye azt mondja, hogy le kell törni a divers erők versengését. Le kell törni a divers erők versengését természetesen világméretekben kell letörni, és így felmerül a kérdés, hogy ezek a jóságos bácsik, hogy ezt, ez hogy, hogy, gondolják a bácsik ezt, hogy letörik, hogy megkérik szépen az összes államfőt, meg addig versengésére, mindenkinek vannak geopolitikai érdekei, katonai érdekei, erőforrásokhoz való hozzáférése, és megkérik őket szépen, hogy figyeljetek, most már, most már azért hagyjuk már abba ezt az egészet, és úgy mindenki legyen ilyen, egy ilyen, egy ilyen rózsaszín ilyen kis izé, fölveszünk, és mint a, Mennyországról alkotott képünkben ott repkedünk össze-vissza, vagy hogy képzelték el a bácsik, vagy esetleg nem úgy képzelték el, hogy egyféleképpen lehet letörni a nemzetállamoknak, a vezetőinek ezt a fajta igyekezetét, valamiféle föléjük helyezett, ki sem mondjuk, ugye, tehát hogy valami fölöttük levő szuperstruktúrával, de nincsen ez szép, hogy, hogy, hogy le kell törni. Úgyhogy nagyon érdekes maga az elemzése, de így ezt kimondják, ugye, és, és, látni fogjuk, hogy semmit nem mondanak hiába. Minden patika mérlegen ki van mérve. Izgalomba vannak, hát hihetetlen, ugye a világ leggazdagabb emberei. Ezt úgy kell értelmezni, hogy van egy Oxfam nevű szervezet, aki most is persze ott fölépett és mondta, hogy akkor adózanak többet a gazdagok. 2016-ban azt mondta, hogy a 300-valahány ember kezében volt a világ szegényebbik felének, tehát a világ szegényebbik 4 milliárdjának, mert a gazdagabbik 4 milliárdnak sokkal több, de a szegényebbik 4 milliárdnyi embernek a teljes vagyona 300-valahány ember, uh, ember kezében volt 16-ban, 17-ben ez már 60-valahány ember kezében volt, 18-ban ez már 27 ember kezében volt, és utána egy, egy darabig nem jött erről információ, mert 19-20, Ugye 19 az egy nagyon jó év volt, ott még ugye a Covid előtti év, és utána kiderült, hogy a milliárdosok száma ugye hihetetlen mód gyarapodott 21, 22, 20, 21, 22 be is. Tehát azóta egészen biztos több olyan ember van, akinek az egy személyben egyetlen egy ember, több ilyen van, akinek a földgolyó 4 milliárd, szegényebbik 4 milliárd embernek az összes vagyona nála van. És ezek itt vannak egyébként a világgazdasági fórumban, és amitől ők, 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 ők tényleg izgólamban vannak az, hogy elszegényednek mások. Tehát, hogy, 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 az, az egyik ilyen töredezettség az az, hogy nő a szegények és a gazdagok közötti különbség, amivel tenni kell határozottan, és nem lehet most már tovább várni a cselekvéssel. Ki fog derülni, hogy miért mondják ezt? Tehát még egyszer mondom, no, csak most rakjuk össze a képeket, ugye? Ami még durvább volt, hogy, hogy hogy képesek erre, hogy a Klaus Schwab ebben a beszédében egyszerűen leviszi ezt a töredezettséget a lelkek szintjére. Érezzük ezt, hogy milyen ördögi? A lelkek. Hogy a lelk... Érezzük ezt, hogy nekünk beszélt, tehát nem, nem ott ő nekik. A lelkek töredezettsége. És meg, meghirdet egy vadonatúj osztályharcot. Ő azt mondja, hogy a lelkek között van egy osztályharc, mert vannak lelkek, már nem emberek, lelkek, akik konstruktívak, tehát ő szerintük konstruktívak, ez ugye egyértelmű, de vannak a csak megfigyelő, csak megfigyelő, kétkedő, kritikus vagy egyenesen negatív lelkek. És ezek között húzódik meg az igazi probléma. Ugye milyen szép, tehát nem azt mondta, hogy az egyikek a szuperjók, a mások meg full idióták, de azért valljuk be, nagyon szépen le van kerekítve, hogy akik mi vagyunk egyébként, ugye ez egyértelmű, mi valószínűleg nem a konstruktívba vagyunk, hanem a, a nem is a megfigyelőbe vagyunk, ha már szeretném, hogyha azok lennénk, és még csak nem is a kétkedő, vagy kritikus, hanem egyenesen negatív. Tehát ezek mind-mind mi lehetünk, ugye, és, erővé is szeretnénk ezt ugye formálni, ami megint egy erő töredezettséget hoz létre, ami, ami hát, hogy mondjam, tehát ez, 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 egy igazi bűn, mert megtöri azt a lendületet, amit ők egységesen adtak eddig. Ugye, tehát ez a fajta ellenás. Erről beszélnek valójában, csak amikor azt mondják a, a kicsit felületesebben szemlélők, hogy hát nem történt sok minden, mert ezeket át lehet ezen siklani, de én abba szeretnék bevonni mindenkit, hogy menjünk a dolgok mélyére, kezdjünk el leásni, mert a sorok között kell olvasni. És a lelkek közötti osztályharc el van hirdetve. Meghatározza azt is, hogy mi a fő szellemiség, amit meg akarnak tartani, és ezt ugye négy szó közé, vagy nem tudom, néhány ilyen, ilyen fogalom köré összpontosítja, és nagyon érdekes ez is, hogy az együttműködve épített, együttműködve épített, békés, ezt tudjuk, ugye, hogy mire célos, hogy a többi háború egyébként a világban nem érdekes, mert most is zajlanak háborúk a világban, még sok-sok helyen, de itt egy háború van a fókuszban, mert egy nagyot kellene, illetve nem ennek a háborúnak olyan két áldozata kell, hogy legyen a német és az orosz állam, és a németség és az oroszság egyszerre kell lehetően ennek ugye írott, terve van egy Rand Corporation nevű tanácsadó cég, 19-ben is megírta ezt a tervet az amerikai kormányzatnak, és 22-ben ezt aktualizálták, és leírták pontosan ezt a háborút, hogy ez hogy kell kinézzen, és meddig kell tartson. Tehát ezek kikerültek ezek az anyagok, hogy ez egy nagyon megtervezett dolog, hogy azok, akik a világba a békét exportálják, az emberi jogokat exportálják, az egyenlőségnek a mindenek fölöttiségét exportálják, és fenntartják is ők a felelősek, ezért ők simán megtervezik két állam eltűnését a világból. Ez a cél. És azt mondják a tervben, hogy és ebben addig kell elmenni, ameddig csak lehet. Együttműködve épített, békés, ugye? Reziliens. Ez egy nagyon érdekes szó. Ez a reziliencia, hát ez egy új bűvszó, amit most álltak ki nemrégen, minden multinacionális cég ugye képzésébe benne van. Ez azt jelenti, hogy rugalmasan ellenálló. Értjük ezt? Nem azt jelenti, hogy alkalmazkodó képes. Változik a világ, az emberek nem akarnak valamit, és akkor alkalmazkodni kell esetleg hozzájuk, együttműködve épített, békés. Ez most nem a. Reziliens azt jelenti, hogy egy. Még egyszer, frugalmasan ellenálló, tehát mégiscsak azt akarom, mint én akarok, csak egy kicsit játszogatok. Játszogatok, de arra felemegyünk, amerre mondom. Értjük ezt a reziliencia, az eszentik, az ő búját, csak szavakon kell lovagolni. Inkluzív, ezt is értjük, ezt már nem magyarázom sokat, ugye? Ez ez inkluzív az inkluzív, ennek a liberális ideológiának az egyik legfontosabb talapzata, ugye, hogy mindenkivel, mindenki egyformán szép, egyformán jó, és soha senkiről nem lehet, és mindenki velünk jön fenntartható, ugye ez már megint a, a zöld, és a, a, az összes olyan álságos dolog, ami mögött van is bennünket súlyt, és nem igazi megoldás, pedig lenne igazi megoldás, azért álltam, hogy növekedés. Ez a vége. Most, ha van valami probléma, akkor a növekedés, ez egy probléma, ugye? Mert azért azzal tudják fenntartani a növekedést, hogy szemetet gyártanak, hogy minden két évben avuljon el valami tervezett elavulásra, és azt kell megvásárolni, hogy abból lesz a növekedés, és abból lesz a részvényárfolyam, és abból lesz minden. Szóval de a növekedés az az, az nagyon fontos dolog. Hiába, hogy az öli meg a klímát, hiába, hogy mi egyre több pénzt kell keressünk, hogy ezt el is költsük arra a sok szemétre, amit utána ki kell dobjunk, azért, hogy növekedni tudjanak, ugye? Tehát most zárójel bezárva. Tehát ezek az alapértékek, amik meg vannak határozva, és hogy egy újabb csikicsuki játékra felhívjam a figyelmet, ez ide tartozó téma a zöld ügyhöz. Mindenképpen figyelemfelkeltő az, hogy a, a, ezek az emberek, ugye sokszor felmerül ez egyébként a konferencia összes panelbeszélgetésébe is, a Klaus Ráv az elején is említi, egy mondatban, egymás utáni, nem a mondat elején és a mondat végén, egymás után fogalmaz úgy, hogy a zöld probléma és a nukleáris energiatermelés katasztrófa veszélye fenyegeti. Tehát a, a zöld probléma megoldása és a nukleáris katasztrófa veszély, az egymás után következő szavak, ami azt jelenti, hogy az egyedüli megoldás, ami nekünk olcsó energiát tudna hozni, anélkül, hogy bennünket mindenben korlátoznának, az a nukleáris energia. Ami nem igaz, hogy annyira bizonytalan, mint amennyinek mondják, sőt, ugye minden Franciaországban rengeteg ilyen erőmű működik, mert mindenhol a világon. De ezt úgy látszik, hogy nem akarják. Tehát ezt azért, hogy meg kell oldani, de nem így. Tehát ez tilos, viszlát. Érezzük. Még egyszer mondom, sorok között kell olvasni. És nagyon érdekes volt az egész fórum alatt az arcváltásnak az első nagyon komoly lépése, már itt bejelentésre került, nem úgy ám, hogy ezt így bejelentik, hanem a fű alatt ugye azt mondták, hogy New System. Tehát a New World Order, ugye a New World Order biztosan, akik itt nézik ezeket a videókat, azok látták azokat a klipeket is, amit a világban mindenhol megcsináltak, hogy amikor kiejtették a szájukon a világazdasági fórumon, hogy új világrend, akkor onnantól kezdve a világ összes kormányfője, és minisztere, és összes multinacionalis cégvezér, és mindenki tartott olyan beszédet, ahol elmondta, hogy az új világrend, az új világrend, az új világrend, az új világrend, eljön az új világrend. Ja, az a bajuk ezzel, gondolom én, rájöttek, hogy az emberek ellenállnak ennek az új világrendnek, mert a rendnek kell őrének is lenni, és az rendőr, ugye a rendőrének lenni. Tehát személyekkel álljanak e mögött, az új világrend mögött, valami a csász, keresték őket, meg is találták őket, és hogy depersonalizálják, de, de personalizálják, tehát ezt megszemélytelenítsék ezt a dolgot, elnézést a magyar talán kifejezésért, ezért azt mondják, hogy új rendszer, new system mostantól kezdve figyeljük majd, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világ összes politikusa leveszi a napi mert akkor valószínűleg központi kommunikáció van az, hogy New World Order, és azt mondja, hogy New System. New System, ennyi. Mert a system az egy ilyen arztalan dolog, a rendszer. A rendszer azért jó kifejezés, mert minden magánember érzi, hogy ezek nagyon bonyolultak, ezek a rendszerek, ehhez nem sok közünk van, itt sokfajta technológia, mondjuk mesterséges intelligencia léphet be ilyen sok ember esetében, mint a 8 milliárd ember. Te, és az egész a geopolitikai, katonai, nem tudom, milyen rendszer, tehát értjük ezt, ja, az nem a mi dolgunk, tehát nincsen neki már ilyen személye, hanem egy rendszer. Egy, ez nagyon fontos, hogy New System, az új arc, ami mögé próbálnak bújni, hogy leszedjék a New World Order nevű blamát magukról. Az egész konferenciának a hangulatában ez a jóságos dolog, majd, majd el fogom mondani, hogy milyennek a csapdája, miért van ez, ugye vonul végig, hogy, hogy, hogy de lenne megoldás. Tehát először is megélhetési problémát okoz milliárdoknak ez a sok-sok válság, amit ők erőszakolnak ránk, a migráció, a pandémia, annak a kezelése, és annak a kezelése során az eladósodott államok, a háború, az energiaválság, az infláció, a gazdasági recesszió, amit Európán csújtja, ebbe közmegegyezés, hogy az Egyesült Államokat sem fogja sújtani, Ázsiát még annyira sem fogja sújtani, tehát itt valamiért bennünket pécéztek ki, és itt folyamatosan csak Magyarországon zajolhat egy olyan közbeszéd, miszerint az Európai Unió öngyilkos döntéseket hoz, ott Nyugat-Európa vesz föl sem vethető. Gyorsan tovább megyek még néhány uh, ijesztő, ilyen uh, engem meglepő dologgal, mert ez végig húzódott az egész konferencián, és először ugye a svájci elnök kezdte el, ugye Alain Berset nevű uh, svájci államszövetség elnök, az ő szájába adták ezeket a dolgokat, és a riogatással már odáig ment, hogy 20 év alatt azóta ők rengeteget dolgoznak, ugye, tehát az összes liberális... Uh, uh, Ideológiát támogató, uh, hogy mondjam, előírás minden egyes ország törvénykezésébe beletépítve, erőszakkal, az unió törvényeibe is beletépítve, a multicégek kötelezik a saját embereiket ezeknek a, a, a betartására, kivezénylik őket az összes felvonulásra, mindenkit köteleztek arra, hogy ezeket végrehajtsák, törvénybe foglalják, alkotmányba foglalják. És erre azt találják mondani, hogy értsük, hogy milyen nagy a probléma, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 20 évvel ezelőtt volt. Mindenben romlott a helyzet, az egyenlőtlenségek tovább nőttek. A demokrácia olyan mértékig romlott le a világban, hogy 20 évvel ezelőtt még mondjuk 50%-a jött az embereknek demokráciába, most csak 20%-a jött az embereknek demokráciába. Hogy értjük, értjük ezt, hogy, Mekkora igény lenne arra, hogy valakik ezt megoldják, ugye? Tehát, most kiszólok néha. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ennyi erőszakos munka után nem most sehol nem tartunk, hanem sokkal rosszabb a helyzet. Fölmerül mindig az, hogy sokan vagyunk. És itt gyorsan megint teszek egy kitérőt, hogy nézzék meg a statisztikákat, hogy hogy fejlődött az emberiség létszáma. És az látszik, hogy mondjuk ez most egy, nem lehet megnézni, de mondjuk egy több ezer éves civilizáció, mint mondjuk az egyiptomi civilizáció, az úgy tudott több ezer évig fennállni, több ezer évig, hogy egyáltalán nem nőtt a népessége, ugyanannyi volt. Na most az emberiség, nép, a teljes földgolyó népessége is nagyjából fél milliárd alatt volt évezredekig, hogy nem az 1600-as években kezdett el növekedni, de a francia forradalom után tempósabban kezdett el növekedni. De nem hiszem, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a második világháború után, ami nem olyan régen volt, még a ismerjük az embereket, akik ott voltak, még élnek, még csak két és fél milliárd ember volt a Földön. Kettő és fél. Ma nyolc van. Nyolc milliárd ember van. Ma, ma a Földön nyolc van a Földön. És uh, amikor én születtem, mondjuk én idén leszek 50, tehát 70-es évek elején is, még a 3 milliárd körül volt, de még egyszer van a második világháború, a kettő fél, ott már három, és azóta 8 lett. Tehát a Bácsi, akik uh, Kissinger bácsi, aki most 100 éves, ugye, és felszólalt ő is, és a Klaus Schwab bácsi, aki ő is nem tudom, 80x, meg a Soros bácsi, meg a többiek, akik ebben részt vettek, az ő hivatali idejükben, amióta ők valóban ráhatással vannak a világ dolgaira, azóta nőtt meg ennyire a népesség. És úgy nőtt meg, hogy évezredekig nem nőtt, és nem a betegség, nem volt rá szükség, valami miatt megnőtt ez. És miért nem tűzzük napirendre, hogy vajon mi miatt nőtt meg? Ki a felelős? Ki mit tett rosszul? Hogy most, 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 a, a, a minap nőtt meg ez. Ez nem úgy van, hogy hosszú, hosszú évezredek alatt most eljutottunk idáig, hanem néhány évtized alatt jutottunk el idáig. nem -e volt nekik más tervük ezzel a növekedéssel? Majd balul ütött ki ez a terv. Filozófálhatnánk meg megtudni, csak legalább föl kéne vetni ezt a kérdést. Miért nem vetik föl sehol a világon, hogy embereket, hát, mégis, aki tudja, hogy a melyik kalabból jött elő ez a 8 milliárd ember, 6 milliárd ember az utóbbi időben. Az tudja azt is, hogy mi a megoldás, hogy hogyan kéne ezt kezelni, mi volt a terv. Nem ez is valami tervnek a része, ez majd előbb-utóbb ki fog derülni. És ugye rögtön elmondják itt, hogy megint ugye a demokrácia csökkenése és minden más ilyen veszteség, ami érte a világot, hogy már sokkal szörnyebb a helyzet, a nagy-nagy harc és a sok-sok munka ellenére. Ugye ezek az emberek aztán éjjel-nappal ezen dolgoznak, az összes kormányfő meg az összes multicég vezér, hogy jobb legyen, és még se lett jobb, és ez már tényleg a megélhetésünket veszélyezteti. Ebben ugye nyilván a, a, a jogállamiság az egy nagyon fontos ö, ö, dolog, ami viszont nagyon durva, hogy egyes előadók később is, de már itt az elején is, kikelve magukból, üvöltve mondták az Elgó, meg a többiek, hogy nincs már tovább, hanem egyszerűen muszáj változtatni, és a business as usual, tehát a, a szokásos üzemmód az már nem elfogadható, meg kell védeni a civilizált együttélés kereteit, ugye, tehát... Ezek azok, amiért már nem, nem elegek a jogszabályok, meg a bíróságok, egyáltalán nem aktív védelem kell, harc kell. És később megjelenik, hogy tangible solutions, tehát ez nagyon sokszor előfordul a konferenciát, ami azt jelenti, hogy kézzelfogható eredmények kellenek most már. És nagyon-nagyon fontos látnunk ezt a fajta vonalat, azért mert ebből rajzolódik ki, hogy ők mi fele mennek el, mert ebből ki fog derülni egy stratégia, egy, egy teljesen összerakott stratégia, ami, ami mentén elemezhetjük azt, hogy most hol tart a világ. És a legvégén talán még egyet mondanék, amivel ijesztettek bennünket végig, ugye az, hogy egy, egy, új, egy régen elfelejtett szót most előhoztak ismét, ez ugye például az afrikai gabonaválság, amit ők generálnak ugye az orosz-ukrán háború mentén, mert az oroszország is és ukrajnából kaptak ők gabonát, és most is kapnának, mert megegyeztek, de valahogy nem jut oda, ne firtassuk, hogy mi a helyzet, hová tűnnek ezek a gabonák. A lényeg az, hogy a destabilizált országok, akik Afrikába destabilizálódnak emiatt, a szörnyű dolog miatt, amit úgy szerveznek, zárja bezárva, ezeknek a gondja nem valami afrikai gond, hanem ez itt lesz a nyakunkon a migrációval, a korrupcióval és a terrorizmussal. Ezt nem így mondták, hanem keményen. És a terrorizmus, a ez a mi gondunk, ezt el kell érteni. Tehát gyorsítani kell, gyorsítani kell a világ átalakítását, és növelni kell a harcot. Aztán azt nem nem énekelték el a internacionált, hogy ez a harc lesz a végső, mert nem tudjuk, hiszen 20 éve, 50 éve, 100 éve ez a harc a végső, de kiderült, hogy 20 év alatt sokkal rosszabb lett a helyzet. Tehát nagyon szeretném most ezt lezárni, hogy most átláttuk, hogy kb. hol tartanak, és erre szeretném, hogy ezt neki még egyszer elmondanom, majd erre hivatkozni fogok a következő videóban, amikor elmondom, hogy hogyan, milyen fajta állarcot váltott igazán a világgazdasági fórum, és hogy kik az új bűnbakok, kik a régi bűnbakok, ennek részesei vagyunk mi személyesen is, és kik az új bűnbakok, akiknek a, elkezdték előkészíteni a vértanúságát és remélem, hogy ők fel fogják ezt ismerni, hogy őket a vértanuk padjára kezdték el föltolni, és a propaganda gépezetet -e beindították, hogy hogyan tudják csak elérni 2030-ra azt a célt, amit szeretnének. Erről a következő videóban fogok beszélni. Remélem, hogy érdekes, én csak én imádom azt, hogy, hogy belenézni, mögé nézni, látni, Mindenki megnézheti ezeket a beszédeket, és utána már más szemmel nézi, hogyha ezeket az összefüggéseket mögé kezdjük tenni, és a, a, a mögöttes dolgokat is hozzáteszünk, akkor egy más kép alakul ki, mintha csak meghallgatjuk. Ez a szemléletmódbéli összecsiszolódás és közös fejlődés. Legalábbis én ezt remélem, és ne keseredjünk el, mert a világ szép, és a világ jó, és a, a végén mi fogunk győzni. Várom majd a következő részben is, mert most már... Ugye eltelt az idő. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és hajrá együtt!